Jöttünk hazafelé a műfházba lévő sportbából. Szabadnapja végén hajnalban hazafelé tartva vette észre a fiatal rendőr, hogy hatalmas füst elég a Bonyhádi ház. A barátaival azonnal futni kezdtek, hogy a szomszédos ingatlant megkerülve minél előbb az égő ingatlan udvarára érjenek. Az ablakok voltak kitörve, a füst jött kifelé az épületből. A Bonyhádi rendőr először betört egy ablakot, hogy felébressze a bentalvókat, majd ahogy csak tudtak, dörömbölni kezdtek. Bekiabáltunk, mire kijöttek az ott lakó személyek, akik nem is észlelték ezt a tűzesetet, és mindenkit kihajtottunk, kikísértünk az utcára. A rendőr közben a kollégáit és a tűzoltókat is felhívta telefonon, akik hamar a helyszínre érkeztek és átvették a tűzoltását. A fiatal egyenruhás azt mondja, a barátaival egy másodpercig sem gondolkodtak azon, hogy a telefonhívás előtt először a bajba jutottak segítségére siessenek. Én lehet, hogy egy kicsit így a szakmából kifolyólag indultam ösztönösen, ők pedig jöttek utánam. Én őket úgy ismertem meg, hogy nélkülem is ez lett volna nekik az ösztönös cselekedetük. A tűzesetben egy férfi elhunyt, ő valószínűleg már megfulladt, mire a rendőr és a barátai észrevették a füstöt. A tragédiát valószínűleg egy gyertya okozta.